Polgármester úr, Tápió Szecsőn hányan élnek és hány háztartás van? Üdvözlöm a nézőket! A Tápió Szecsőn körülbelül 6300-an élünk, és nagyjából 2000-2200 háztartás van. Lehet tudni, hogy hányan vesznek részt a hulladékgazdálkodási programban? Magyarán a szolgáltatóval hányuknak van szerződése? Erre most pontos információt nem tudok mondani, a zömüknek van, de bizonyosan vannak olyanok, akik nem kötöttek szerződést, pedig ugye a hatályos jogszabályok alapján mindenkinek kötelezettsége. Önkormányzatunk hosszú évek óta szintén kötelezettségének megfelelően közszolgáltatási szerződést kötött a szolgáltatóval, aki a területen, illetve még környékünkön legtöbb helyen szolgáltat. Folyamatosan kérjük ezeket az adatokat, és próbálunk tenni mi magunk is az ellen, hogy minél többen megkössék ezt a közszolgáltatási szerződést, és igénybe vegyék azt a szolgáltatást, amit kötelező igénybe venni. Akik nem veszik igénybe, ővelük milyen szankciókat lehet alkalmazni? Hát hiszen, ha lehet szankcionálni, akkor nyilvánvalóan kötnek szerződést, és ha kötnek szerződést, akkor feltehetően nincs az az anomália, ami itt a hátunk mögött is jelen pillanatban látható. Ez leginkább jegyző úrnak a területe, tehát ő tudja a pontos szankciókat. Mi mindig, amikor találunk illegális szemetet valahol itt a Tápió Szecső területén, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy ki az, aki ezhez tartozik. Vannak szerencsés esetek, amikor marad benne olyan dokumentum, számla, csekk, bármi, ami alapján azonosítható az, aki a szemét. Nem mondom, hogy az elkövető, mert azt ugye nem tudjuk megmondani, hogy ő tette oda, vagy valaki más elvitte tőle, és valaki más helyezte el. De ezekben az esetekben mi felszólítjuk őt, szintén a jogszabályoknak megfelelő módon, hogy távolítsa el és tegye ugyanolyanná a területet, mint ami azelőtt volt, hogy az a szemétkupac oda került. Ebben a formában jó a kapcsolatunk a környező településekkel. Épp talán két héttel ezelőtt Úriból az ottani mezőr keresett meg telefonon, hogy most éppen náluk találtak egy olyan szemétkupacot, ami egy tápiószecsői cím szerepel benne, mondtam, jöjjön, azonnal a kollégák segítenek, kikerestük, segítettünk, úgy tudom, hogy sikerült is a szemét tulajdonosával felvenni a kapcsolatot, és remélhetőleg ezt a cselekményt ő többet már nem fogja elkövetni. Igazgató úr, kétféle lehetőség van arra, hogy az erdőkben megtaláljuk a szemetet. Az egyik az, amikor a kollégák körbejárják a területet, vagy éppen a kirándulók, és akkor a kirándulók jelzik azon az bizonyos applikáción keresztül. Ez a helyszín itt Tápió Szecsőn, ahol most állunk a szemétkupac mellett, benne, közötte, ez milyen feltalálású? Ezt a saját kollégáink találták meg, ugyanis itt a turistaút helyett egy országos főút halad el az erdő részlet mellett, és a kollégáink így ezáltal találták meg, hogy az út melletti szemetet észlelték először, és utána beljebb-beljebb mentek, hogy meddig tart az a szemétkupac, ami az útról is látszik, és hát ez a szomorú látvány árult eléjük, amit itt tapasztalhatunk. A NEFAG ZRT-nek elég nagy területen kell gazdálkodnia. Hány ilyen gócpont lehet? Fel tudták-e már mérni? Folyamatos ennek a felmérése, és attól függ, hogy hol húzzuk meg a határt, hogy gócpontnak mekkora szemétkupactól kezdve nevezzük az adott helyszínt, de 30 körüli ilyen helyszínünk van, ahol folyamatban van a felszámolás, vagy esetleg már túl is vagyunk rajta. És akkor nézzük a hulladékradar applikációt, ezt ugye nem olyan régen alkotta meg a kormány, és úgy tűnik, hogy ez egy jól bevált módszer lehet. Mennyire használják az emberek, hány információ jött be eddig? Szinte heti rendszerességgel kapunk újabb bejelentésekről összefoglalót és értesítést, hogy a mi működési területünkre első ponton vettek föl szemét fellelést. Így aztán nálunk most 28 bejelentésnél járunk, ami a mi területünket érinti, és a hulladékradaron keresztül érkezett a bejelentés. Mekkora mennyiségről beszélünk itt, akár összességében, akár gócpontonként? Vagy van-e frekventált hely, ahova biztosan mindig és nagy mennyiség érkezik? Nagyon széles a skála. A bejelentések a turista útvonalak mellől és a kulturált erdőlátogatók által látogatott helyek mellől az általában kisebb mennyiségre szokott vonatkozni. Tehát ott ilyen kis terautóval vagy utánfutóval lekezelhető mennyiségű szemét szokott lenni az általános. De a skála másik végén meg ott vannak ezek a helyszínek, amiket mi magunk derítünk föl, ahol itt, ha körbenézünk, 100 köbméterben mérhető a szemét
mennyisége. Ez arányaiban azt jelenti, hogy eddig, amit összeszedtünk a hulladékradaros bejelentések alapján, az mondjuk olyan 105 köbméter nagyságrendje, itt viszont egy helyszínen körülbelül 200 köbméter szemét is van. Tehát ez egy frekventált helyszín, amiről tudtuk, hogy valószínűleg frekventált, de azt nem gondoltuk, hogy ennyire ilyen mértékben terhelt a szemét lerakása. És akkor ebben a nagy mennyiségben, hát én itt a tejfölös doboztól a műanyag palackon keresztül nagyon sok mindent felfedeztem. Hogyan lehet ezt úgy elszállítani, hogy azért a mostani hulladékgazdálkodási törvény az betartható legyen? Ehhez igénybe veszünk majd szakszerű segítséget, tehát a felszámolásban, amikor ilyen mértékű szemetet kell, hogy felszámoljunk, akkor muszáj is, hogy igénybe vegyünk olyan szállításra jogosultat és olyan szakember közreműködését, aki tudja, hogy hogy kell ezt lekezelni. Mi ugye erdészemberként annyit tudunk, hogy ezt föl kell szedni és el kell innen szállítani, de az, hogy ez a jogszabályoknak is megfelelő legyen és a hulladék későbbi hasznosítását is esetleg segítse, ahhoz fogunk igénybe venni külső segítséget. Mi mindent lehet még találni egy ilyen szemétkupacban? Ennek csak a fantázia tud határt szabni, tehát ez a kisgyermekek gondozásához köthető holmiktól, a megunt használati tárgyakig, a fémtől, a műanyagig, a papírtól, az üvegig gyakorlatilag mindent meg lehet találni, amivel az ember az élete során egyáltalán összefuthat. Igazgató, mi történik akkor, amikor fellelik akár a kollégák, akár a hulladékradar bejelentése alapján az adott területen az adott szemetet és azt a mennyiséget? Hogy indul meg az a folyamat, amikor itt ez mondjuk tiszta és normálissá válik ez a terület? Úgy indul, hogy megbecsüljük azt, hogy hogyan lehet egyáltalán felszámolni azt az adott szemét, kupacot, szemét, halmot. A legegyszerűbb esetben ezt a saját erdészünk megfogja, ha éppen zsákosan van kitéve egy helyszínre, és mondjuk nem sok van belőle, akkor megfogja, és a mindennapi munkája során beteszi az autójába, elviszi egy általunk erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre valamelyik telephelyünkön, és ott, amikor szállítási mennyiség összegyűlik, akkor azt elszállítatjuk hulladék szállításra jogosult vállalkozással. Aztán, hogyha ennél több szemét van, vagy vegyesebb szemét van, akkor pedig szintén mérlegeljük azt, hogy ezt elegendő egy szállítójárművet oda szervezni, meg egy rakodást, és elszállítható hulladéklerakóba, vagy pedig esetleg veszélyes hulladékot is tartalmaz, vagy valami problémás szituáció kerekedhet belőle, akkor erre szakavatott embereket kérdezünk meg, hogy akkor hogyan kell ezt felszámolni. Itt a tápióbecsői helyszínen majd látni fogják a kedves nézők is, hogy igazából ilyen kis helyes ösvények mennek, amire el nem tudom képzelni, hogy ide akár egy utánfutóval is be lehetne valamilyen úton, módon jönni. Milyen lehetőségek vannak a szállítás igénybevételére? Hát egy ilyen speciális helyzetben azért nem lesz könnyű a feladat, az ténykérdés. Ezek az ösvények is szinte már olyan szélességűek, hogy egy ilyen kisebb rakodógép is elbír rajta mozogni sajnos. Ez szomorú, hogy így van, de itt körülnézve azt látom lehetséges megoldásnak, hogy valamiféle kis helyen fordulni képes rakodógéppel kell, hogy kivigyük ide az erdőnek a szélére a szemetet, és ott esetleg már teherautóra pakolni, de ugye egy nagyon forgalmas országos főút mellett vagyunk, tehát itt valószínűleg még forgalomterelésre is szükség lesz, egyéb szakmáknak is be kell avatkozni ahhoz, hogy itt sikeres legyen a felszámolás. Félve merem azt megkérdezni, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szemétkupac ez ide került? Gondolkodtak-e, tárgyaltak-e esetleg a helyi önkormányzattal, hogy milyen úton, módon lehetne itt ezt az anomáliát egyáltalán megszüntetni, vagy akár bármelyik másik területen, hogy miért viszik ki az emberek? Igazából nyilván gondolkodik rajta az ember, illetve hogyha visszatekint egy évtizedet, hogy mi volt a helyzet egy évtizeddel ezelőtt, akkor ahhoz képest úgy gondolom, hogy a folyamatok jó irányba mennek, csak lassú sebességgel. Ugyanis azért az évtizeddel ezelőtti állapotokhoz képest mérsékeltebb a szemét kihordás az erdőbe. Sajnos vannak ilyen példák, ami lehet, hogy akár több éves halmozódás is, de összességében a kép az szerencsére javuló. Úgy gondolom, hogy aki tud ezért tenni, az ugyanígy ezekkel a kicsi lépésekkel megteszi a magáét, tehát az önkormányzatok is biztosítják egyre szélesebb körben azt, hogy a lakosság a hulladékját legálisan és kontrollált módon tudja elhelyezni.
adott esetben lehet, hogy ez esetleg valamiféle fizetési kötelezettséggel is jár, de a lehetőség az folyamatosan tágul, folyamatosan egyre távolabbi pontokon teremtik meg a hulladék elszállításnak a lehetőségét. Ezen kívül üzemeltetnek átvételi pontokat, ahol bizonyos mértékig akár ingyen is elhelyezhető a hulladék. Tehát ez a folyamat, ez úgy gondolom minden érintett részéről a jó irányba halad, sajnos még sok lépcsőt kell leküzdeni közösen. Település lakóinak itt a környékben, vagy akár a településen van-e lehetőségük arra, hogy ami olyan hulladék összegyűlt náluk, amit nem tudnak berakni sem a szelektív hulladékba, sem a kommunális hulladékos kukákba, hogy azokat kivigyék egy legálisan működtetett telephelyre? Legális telephelyünk nincsen, tehát hogy minden, ami a hulladék gazdálkodással összefüggő feladat, azt a szolgáltatóval, a DTKH Kft-vel oldjuk meg közösen. És a DTKH-nak itt a környéken nincs is egyáltalán ilyen telephelye? Nincsen a környéken telephelye, ők is a ceglédi telephelyre szállítják el tőlünk a szemetet. Ugyanúgy, ahogy egyébként a környékbeli valamennyi településről így van. Ugye ami annak idején itt helyben volt legális szemétlerakó hely, azt akkor, amikor az ISPA-kon konstrukcióban a 49 település együtt kialakította a hulladék gazdálkodási rendszerét, ugye akkor minden ilyen szemétlerakó hely az rekultiválásra került, így az is, amit addig a település használt. A felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy azért itt önkéntes alapon a civilek azért nagyon sokat segítenek abban, hogy a települést megtisztítsák, vagy legalábbis megpróbálják megtisztítani. Mikor volt erre utoljára lehetőség, és mikor lesz a közeljövőben lehetőség? Ezt önszerveződő módon az önkormányzat koordinálásával szoktuk megszervezni. Minden évben többször, tehát tavalyi alkalommal is, tavasszal is, illetve nyáron is történt ilyen. Hát a pandémiás helyzet az picit ide is kihatott, hogy hogyan lehet ilyet szervezni, vagy hogyan nem lehet szervezni, de idén is tervezzük azt, hogy fogunk ilyet csinálni. Ilyenkor általában a település lakott területein kívül lieső részeken szoktunk egy-egy vagy több területet. Ez attól függ, ugye, hogy mennyi önkéntes jelentkezik, és mennyi önkéntes tud jönni, és egy fél napot rászánni erre. A legutóbbi alkalommal a vasútállomástól keletre eső területen, szintén egy erdős részt tisztítottak meg az önkéntesek. Ott, hát így csak becsülöm, nagyjából 50 köbméternyi hulladék került ki a területről, és hát ráadásul ők még szelektíve hozták ki, hogy így mondjam, tehát hogy egymás mellett ott volt szépen egy kupac sitt, építési hulladék, mellette műanyag hulladék, mellette autógumi, mellette autó egyéb alkatrészek, majd ezt ugye utána az önkormányzat saját költségén a DTKH-val elszállítatta, így került megtisztításra tavalyi év folyamán az a szemét. De volt a település határában hosszú évek óta egy illegális sitt lerakóhely, ez szintén a tavalyi év elején közel 4 millió forint felhasználásával sikerült megszüntetnünk. Ugye ezt csak azért jelzem, hogy akik nem a jogszabályoknak megfelelő módon válnak meg a szemetüktől, lássák azt, hogy egy önkormányzat életében ez milyen költségeket tud teremteni, és milyen forrásokat tud elvonni más olyan fontos területektől, amit meg tudnánk csinálni. Ezek szerint akkor az önkormányzatnak konkrétan a költségvetésében nincsenek olyan kis apró rubrikák, hogy illegális szemétnek az elszállítása, egyebek, hanem ezt mondjuk egy járdaépítési programból, vagy egy útfelújításból vonják el? Igazából azt tudom mondani, hogy mivel ezek olyan kiadások, amit saját költségvetésünkből tervezünk, tehát gondolhatunk úgy is rá, hogy ezt megtervezzük a költségvetésben, hogy akkor idén fogunk illegális hulladéklerakók felszámolására költeni valamennyi forintot, de ha ezt én olyan szemlélettel nézem, hogy ha nem lenne ilyen és nem kellene erre költeni, akkor ezt tudnánk egy járdafejlesztésbe, tudnánk egy pályázatnak az önrészébe beletenni, tudnánk csapadékvízelvezetésre fordítani, tudnánk útfelújításra fordítani. Számos olyan hely van településünkön, az önkormányzat kezelésében, az önkormányzat feladatai között, ahol ezt sokkal hasznosabban, sokkal inkább úgy, hogy a település valamennyi lakójának a közmegelégedésére, vagy életszínvonalának az emelésére fordítva tudnánk felhasználni.
A Nefag ZRT-nek van néhány olyan erdőrészlete, amit a településüket érinti. Mennyiben tudnak önök együttműködni a céggel, hogy segítenek a hulladék elszállításában, a felszámolásban? Vannak egyáltalán ilyen gondolatok, tervek? Tápió Szecsőrnek a külterületének egy jelentős része erdővel borított. Ennek egy része ugye Nefag kezelésében van, egy másik része magántulajdonosok kezelésében van. Azért kívántam így hangsúlyozni, mert a környező településekhez képest is jelent, tehát hogy a külterületeinknek egy jelentős százaléka erdőterület. A Nefaggal, a szakemberekkel jó a kapcsolatunk. Ugye itt, ahol most állunk, ez a terület, itt a 31-es út mellett a település északi részénél, tavaly ősszel kerestek meg engem a Nefagos szakemberek, hogy ezt a területet szeretnék pályázat útján forrást nyerve megtisztítani, és kérik az önkormányzat segítségét, mert az egy dolog, hogy szervezünk egy egyszeri alkalmat, hogy itt most kipucoljuk az összes hulladékot, amit ide illetéktelenek, illegális módon elhelyeztek, de ugye az a cél, hogy ne is kerüljön vissza. Tehát ehhez pedig kell egy közös együttműködés, kell az ötlet, kell a terv és annak a megvalósítása, le kell zárni a területet, tehát azokat az utakat, ahol most meg lehet közelíteni a területet, azokat a Nefag szakemberei sorompóval látják el. Ez folyamatban van, egy jó pár behajtónál ez már megtörtént, ahol ők úgy határozták meg, hogy biztonság és minden egyéb szempontból például akadályt lehet tenni, de nem sorompót az útra. Gondolok itt arra, hogy ezek földes utak és árkotásni keresztbe, hogy ott ne lehessen megközelíteni. Ott az önkormányzat felajánlotta segítségét, a munkagépünkkel ezt mi megtettük, ahol kijelölték. Valamint ugye vannak olyan utak, az erdőbe vezető utak, ami önkormányzati kezelésben van, és ott első kérésre én hozzájárulásomat adtam ahhoz, hogy a területet megvédendő, szintén sorompót tudjunk elhelyezni. Természetesen akinek ott területe van, az így sorompóval lehatárolt nagy erdőrészben, az ő számukra a bejárást azt biztosítani tudjuk. Ebben az említett pályázati lehetőségben, ugye ez a Tisztítsuk meg az országot program, az önkormányzatok is lehetőséget kapnak a külterületükön való illegális hulladékoknak az elszállítására, hogy erre pályázzanak anyagi segítségért a kormányhoz. A Tápióczecsői önkormányzat gondolkodik ebben, és hogyha igen, akkor mikor? Igen, mi is elindultunk ősszel ezen a pályázaton, sajnos forráshiány miatt nem került támogatásra pályázatunk. Én bízom benne, hogy ez egy folyamatos pályázati lehetőség lesz, mert látszik, hogy van mit felszámolni, és hát nem duzsgálnak az önkormányzatok az anyagi javakban, tehát jól jön, hogyha ehhez kapunk egy kis célzott plusz támogatást, és bízva abban, hogy ez folytatódik, folyamatosan figyeljük és benyújtjuk a pályázatot újfent, hiszen van még terület bőven, amit meg kell tisztítanunk az illegális szemét lerakó helyektől. Én azért azt tapasztalom, és legyen ez az utolsó kérdésem, hogy többnyire az emberek a saját településük külterületére szokták vinni a hulladékot, de van az a variáció is, amikor más településről érkeznek ide, mondván, hogy akkor itt aztán senki nem ismer senkit sem. Mit kér a lakosságtól, akár az itteniektől, akár a környékbeliektől, hogyan gazdálkodjanak a saját maguk által megtermelt hulladékkal? Én azt gondolom, hogy a szelektív gyűjtés az egy alapvető lehetőség, amivel élni kell. Én azt gondolom, hogy a közszolgáltatás az működik, lehetne javítani rajta. Mi a környező polgármesterekkel sokszor tárgyalunk ez ügyben, és nem csak a környezővel, hanem ezt most a tágabb környezetet értem ez alatt. Pontosan azért, mert látjuk a lakossági igényeket, hiszen van, aki szeretné, mert nagyobb szemét halmozódik fel nála, hogy sűrűbben legyen például szelektív vagy zöld hulladékgyűjtés. Ugye arról most még nem is beszéltünk a jelen riport folyamán, hogy a zavarégetés betiltásra kerül, a zöld hulladék kezelése vidéken házi komposztálással nem lehet majd megoldani, tehát erre megoldást kell találni. Az elmúlt fél évben többször egyeztettünk a DTKH-val, koncepció kidolgozása folyamatban van a részükről, remélem, hogy ez a következő szakaszba fog lépni, és a megvalósulást is látjuk. Én remélem, hogy a jelenlegi műanyagzsákos szelektív hulladékgyűjtést előbb-utóbb és inkább előbb fel fogja váltani a színes kukás szelektív hulladékgyűjtés. És még egy gondolat
amint jár szoktam időnként gondolkozni, hogy aki kiviszi a szemetet bárhová, és például nem is a közvetlen környezetébe, hanem autóba ül és úgy viszi ki. Én kíváncsi vagyok, egyszer valaki kiszámolta-e, hogy az a 2000 forint, amit havonta fizet a szolgáltatásért nagyjából, azt egy ilyen akcióval elbenzinezi. Tehát, hogy még csak meg sem éri, ha innen közelíti meg, arról nem beszélve, ami az elsődleges szempont, hogy a környezetünket tartsuk tisztán, ebben élünk, ezt adjuk át, majd az utánunk jövő nemzedéket, és ha szétnézünk, akkor nagyon csúnya dolgot adunk át az utánunk jövő nemzedéknek. Szeretném, ha ez felébresztené mindenkinek a figyelmét, és felnyitne a szemét, és ilyen szemlélettel tudna változtatni azon, ha esetleg eddig nem a jó gyakorlatot folytatta. És akkor beszéljünk a költségekről, mert hát gondolom, hogy nem ingyen fogják ezt innen elszállítani, ezt a rengeteg szemetet. Mibe fáj ez az erdészetnek? Gyakorlatilag az, ami eddig tényként megvalósult szemételszállítás, azoknak a nagyságrendje milliós tételekben mérhető évente. Az, hogy esetleg ilyen fókuszált programokat hajtunk végre, és direkt keressük, és nagyobb lendülettel számoljuk fel ezeket a szemét, lerakatokat a normál menethez képest, ezt akkor szorozni kell ezeket a milliós tételeket. Tehát egy köbméter szemétnek ugye egy dolog, hogy megtaláljuk és összeszedjük, és annak van egy költsége. Egy másik dolog, hogy azt elszállítjuk, vagy ilyen esetben, ahol esetleg tényleg szakszerű elszállításra van szükség, nem elég, ha mi föltesszük egy utánfutóra, akkor az elszállításnak is van egy költsége, és van az elhelyezésnek is egy költsége, hiszen ahova letesszük, ott is valamit kezdeni kell vele, annak a költségeit azt közös teherviselés alapján meg kell, hogy osszuk, és mivel ezeknek a területeknek mi vagyunk a kezelői, ezért ha nem utolérhető az, aki azt a szemetet odarakta, akkor nekünk, mint a terület kezelőinek kell ebben helytállni. Nyilván ehhez segítséget nyújt most ez a Tisztítsuk meg az országot program, amivel ezek a terhek enyhíthetőek, és ezek a fókuszált és célirányos feladatok költség átvállalás mellett teljesíthetőek. Ez nagyon szép és nagyon jó. Tételezzük fel, hogy ez mondjuk egy hét múlva itt már nem lesz. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy önök azért szakemberként nagyon jól tudják, hogy egy ilyen szemétkupac lerakásával ezen az erdős részen mekkora kárt okoznak azok, akik ide kipakolják a szemetet. Mekkora kárt? Van ennek is igen egy olyan oldala, ami igazából nehezen mérhető, de azt gondolom bárki erdőhöz nem kötődő ember számára is nyilvánvaló, hogy ez tájképi roncsolást jelent az eltakart talajjal, a lefedett talajjal, esetleg a károsított talajjal, a talajlakó, talajélő lényeknek a károsodását tudja okozni. Sok esetben párhuzamosan együtt jár az illegális fakitermeléssel, hogy ahol egy foltban kivágták az erdőt, esetleg oda hordják a szemétkupacot, tehát a kijárással letapossák, letiporják az ott élő növényvilágot, a hozzá köthető állatvilágra is kihatva, úgyhogy összetett komplex károkozás ez. Gyakorlatilag ezt követik le a jogszabályok is, hál' Istennek egyre inkább, hogy nem csak egy illegális szemét elhelyezésről van ilyen esetben szó. Illetve sok esetben, nem nálunk jellemzően, de országos kitekintésben nagyon sok esetben a védett természeti területeken történnek meg hasonló esetek, ahol ugye eleve sokkal nagyobb értéket tudnak tönkretenni természeti értelemben. És akkor a beszélgetésünk végén használjuk ki a kamera adta a lehetőséget, meg a tévéműsor adta a lehetőséget. Mit kér a lakosságtól, mire kellene nagyon-nagyon odafigyelni? Nyilvánvalóan a legfontosabb talán a megelőzés ebben a kérdésben is, mint az élet sok más területén is. Nagyon fontos az, hogy mi magunk hogyan mutatunk példát, nem csak a mellettünk erdőben sétálónak, hanem legfontosabb, hogy az utánunk sétálóknak, tehát a gyerekeknek, fiataloknak kell elmondani leginkább ennek a káros hatásait, és őket kell leginkább jó példával arra vezetni, hogy egy generációváltás után ne legyen már ez probléma, ugyanis valószínűleg ennek a problémának a felszámolása az egy generációban mérhető, de legyen bizodalmunk hozzá, hogy egy generációváltás után a környezettudatos neveléssel, aminek része a hulladék mentesítéses nevelés is, elérjük azt, hogy ez ne így legyen. Ne a jövő héten, de mondjuk 20 év múlva már ne így legyen.